Így néz ki az a konténer együttes, ami a magyar-kanizsai rendőrállomás udvarában került felállításra. Azok a menekültek használhatják ezt, elsősorban nők, asszonyok és gyermekek, akiket Magyarország naponta toloncol vissza Szerbia területére. Amíg a szerbiai hatóságoktól a megfelelő dokumentumokra várnak, itt biztosított számukra az elhelyezést. A konténereket Alexander Vulin munkaügyi, foglalkoztatási és szociálpolitikai miniszter Pásztor Istvánnak, a tartományi képviselőház elnökének kíséretében július 31-én megtekintette és átadta rendeltetésének. A miniszter kiemelte, naponta mintegy 80 illegális bevándorló kerül vissza az úgynevezett readmisszió során, plusz azok, akiket a szerb határőrség tartóztat fel az ország határnál. A konténerek bérlését 3 hónapra az Amerikai Humanitárius és Fejlesztési Ügynökség, a Catholic Relief Services biztosítja, a 8 ágyat az UNHCR, azaz az ENSZ menekültügyi főbiztosának hivatala adta. A szabadkai Caritas 1 személyt biztosít a helyiségek tisztántartásához. A sajtótájékoztató során bejelentésre került az is, hogy a magyar-kanizsai vásártér több egyéb lokációt elbírálva úgynevezett pihenőhelyet alakítanak ki az ideérkező migránsoknak. Vulin miniszter megjegyezte, ez nem menekült tábor lesz. A minisztérium nem tervez semmiféle gyűjtőtábort, menekült központot Magyar-Kanizsán, nyomatékosította a migráns kérdéssel megbízott miniszter. Emelte ki Alexander Vulin, utalva arra, hogyha megfelelő körülményeket, mosdót, tust, áramot biztosítanak a menekültek számára egy külső helyszínen, tehermentesül a városközpont. Szerbia gondoskodik a menekültekről és bebizonyítja, hogy a legszervezettebb és a leghumánusabb ország a migráns útvonalon, hallottuk Vulintól. A Hemofar gyógyszergyártó cég orvosságot biztosított a rászoruló menekültek számára, a Balkáni Migráció Központ pedig 2 szír fordítót küldött városunkba, akik a jobb kommunikációt segítik, de orvosok is érkeznek majd. Újságírói kérdésre válaszolva Vulin miniszter elmondta, az Észak-Vajdaságban a migránsok vonulása nyomán keletkezett mezőgazdasági és egyéb természetű károkat fel kell mérni, hiszen, mint mondta, az állam nem vállalhat át bármiféle kártételt, illetve felelősséget ezekért. A hatalmas méreteket öltő migrációt nem lehet megoldani, Szerbia sem fogja. Az ország vezetői folyamatosan tárgyalnak az érintett európai országok, a segélyszervezetek, a migrációs központok képviselőivel, hallottuk. A miniszter reményének adott hangot, hogy az Európai Bizottság is mihamarabb bekapcsolódik majd a probléma megoldásába, illetve enyhítésébe. Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke a helyszínen kijelentette, fontos, hogy az összes erőforrást mozgósítsuk ennek az áldatlan helyzetnek az enyhítésére. Ami a tartományt illeti, eddig elsősorban áruban jött segítség, az árutartalékokból tisztálkodási szerek, higiénia, föntartásához szükséges eszközök, víz, élelem, és azt gondolom, az elkövetkező időben is, ha szükség lesz, akkor az ilyen jellegű támogatásra lehet számítani. A tartományi költségvetés egy tételén léteznek pénzek is, amiknek az elmozdítása nagyon fontos volna, mert nem lehet csak árukban megszervezett adományokból az ügyet kezelni, fontos volna, hogy az önkormányzat pénzt is kapjon, amiből egyéb más szükségleteit, az áru által megvalósítható egyéb más szükségleteit is rendezni tudja. Az újságírók a házelnököt arról is kérdezték, mire számíthatnak a károsult termelők, gazdák, földtulajdonosok. Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban elvi jellegű mondatot nagyon nehéz kimondani. Az a szándék és az a törekvés, hogy minden ilyen esettel amennyire csak lehet meg tudjunk ismerkedni, és hogy megnézzük, hogy miben, hogyan tudunk segíteni. Ezért van az például, hogy innen a miniszter úr nem közvetlenül rögtön Belgrádba fog menni, hanem el fogunk menni Bárszőlősre, hogy megnézzük, hogy milyen állapotok uralkodnak ott, nem csak a temető területén, hanem azokban a gyümölcsösökben, ahol ezek a károk tudomásom szerint létrejöttek. Azt gondolom, hogy csak a közvetlen találkozások lehetőség, az esetekbe való közvetlen tájékozódás az, ami a válaszok lehetőségét meg tudja nyitni.
Lackó Róbert, a községi képviselőtestület elnöke, a migráns kérdéssel megbízott községi munkacsoport vezetője az itt élő polgárok nevében köszönetet mondott az eddigi segítségért, ugyanakkor szintén a polgárok nevében további támogatást kérte a helyzet kezeléséhez. Az Észak-Bánáti körzet vezetője Nikola Lukács is megköszönte a segítséget. Vulin és Pásztor ugyanakkor a régi bíróság épületét is bejárta, ahol az orvosi ügyelet működik majd a menekültek számára. Amíg a politikusok a konténeregyüttest bejárták és nyilatkoztak, a háttérben az egyik szűkös helyiségben a readmisszióból visszahozott, tehát Magyarországról visszatoloncolt menekültek integettek és pózoltak a fotósoknak.